esély a felzárkózása. 30 millió forinttal és két újabb intézménnyel bővül a Collegium Plus program, jelentette be Nyírteleken Cibere Károly államtitkár. Három éves program, 102 millió forintból fejleszti tovább szakmai tanárképzéseit a Nyíregyházi Egyetem. Fontos a megelőzés, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében az előző héthez viszonyítva 36%-kal nőtt az új influenzás megbetegedések száma. $30 millió forinttal és két újabb intézménnyel bővül a Collegium Plus program. A Kölcsey Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! Ez Cibere Károly, az EMMI szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős államtitkára jelentette be csütörtökön a Nyírteleki Kedvesházban. A jelenlegi 110 millió forintos program célja, hogy segítse a hátrányos helyzetű gyerekek felzárkóztatását, és 2020-ig a kormány által célként kitűzött 10%-ra csökkenjen a lemorzsolódási arány. A Collegium Plus program célja, hogy a kollégiumokban nevelkedő hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű, főleg felső tagozatos diákok számára többletszolgáltatást biztosítson, azért, hogy a családból hozott hátrányokat leküzdhessék. Ez egy modellkísérleti program, amely a Kedveshez programjából indult ki. Ebben 6 kollégium vállalta, hogy 3 éven keresztül fejlesztenek, és keresik azokat a módszereket, amelyek a legeredményesebbek a hátrányos helyzetűek felzárkóztatására. Különböző kollégiumok arra igyekeztünk a kiválasztásnál figyelni, hogy legyen benne állami fenntartású, civil fenntartású, egyházi fenntartású, tehát fontos, hogy minden szektornak a tapasztalata megjelenjen. Fontos az is, hogy területileg ezek különböző helyén legyenek az országnak, hiszen a területi különbségek is fontos, hogy megjelenjenek, és az is fontos volt, hogy ezenben a kollégiumokban a hátrányos helyzetű és a halmozottan hátrányos helyzetű diákok aránya nagyon magas legyen, lehetőség szerint 50% vagy a fölötti. Ma az látszik, hogy ebben a 6 kollégiumban, ami kiválasztásra került egy pályázat során, több mint 200 olyan gyermek van, aki hátrányos helyzetű, tehát azt várjuk, hogy a harmadik év végére valóban lesznek olyan kézzelfogható tapasztalataink, amelyek alapján aztán ki lehet bővíteni országosan majd a programot. Így Magyarország versenyképessége hosszú távon növelhető. Jelenleg 6 intézmény vesz részt a programban, azonban a sajtótájékoztatón Cibere Károly, a szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős államtitkár bejelentette, hogy a jelenlegi 110 millió forintos programkeret idén tovább bővül 30 millió forinttal, így szeptembertől 2 újabb intézmény kapcsolódhat be. Nagyon örülünk, hogy a Nyírteleki Kedvesház bekerült, hiszen itt általában 20-22 gyerek van a kedvesházban, sajátos kedvesházi pedagógiával tanulnak. A lényeg az, hogy megszerezzék az alaptudást, utána sikeresek legyenek, tovább tanuljanak, és egy közösségben élnek, hiszen itt kollégiumi rendszerben tanulnak, hiszen Nyírteleknek nagy a külterülete, és ezek hátrányos helyzetű családokból jönnek, vannak közöttük romák is, akiknek ez az egyetlen esély a társadalmi felemelkedésre. Örülünk neki, mert 5 intézmény kerül be, és 15 gyereknek kell lenni ilyen kollégiumi programba, és ez egy körülbelül egy 18-20 millió forintos támogatás jelent ehhez a kedvesházi modellhez. Az országgyűlési képviselő hozzátette, fontos a jó helyi gyakorlatok megismertetése a programban résztvevő intézményekkel, hiszen a jelenlegi 11%-os lemaradási arányt 2020-ig 10% alá kell csökkenteni a kormány céljainak megfelelően. 102 millió forintból fejleszti tovább szakmai tanárképzéseit a Nyíregyházi Egyetem. A 3 éves program keretén belül a mérnök tanár és a közgazdász tanári szakok mintatantervét modernizálják majd a szakemberek. A pályázat a Debrecen és a Miskolci Egyetemmel konzorciumban valósul meg. Kooperatív képzések és oktatási innováció a szakmai tanárképzésben Kelet-Magyarországon című pályázat szakmai nyitó konferenciáját tartották a Nyíregyházi Egyetemen. Ennek célja a szakmai tanárképzési szakok bemutatása volt. Ez szerint a mérnök tanár szakra gépészmérnök mehatronika szakképzettsége, a közgazdász tanár szakra pedig pénzügyi számviteli képzettsége lehet jelentkezni. Az utóbbi a közgazdász tanárszak egy új képzési lehetőség a Nyíregyházi Egyetemen, 2018. szeptemberétől van lehetőség a képzésnek az elvégzésére. A szak újdonságát az adja, hogy nem csak gazdaságtudományi alapképzettséggel, illetve mesterdiplomával lehet bejönni, hanem bármilyen tanári végzettséggel, kvázi másodszakként elvégezhető a közgazdász tanárszak, illetve a mérnök tanár is.
A 3 éves pályázat keretein belül a 2 tanárképzési szak mintatantervét újra gondolják és modernizálják az egyetem dolgozói. A KKK, tehát a mintatantervek kidolgozása azért volt szükséges, mert teljesen új kompetencia alapú megközelítés történt, nem csak a közoktatásban, hanem a felsőoktatásban is, és ennek keretében új tantárgyak kidolgozására volt szükség. A 102 millió forintos pályázat a Debreceni és a Miskolci Egyetemmel konzorciumban valósul meg. Kiemelték a projekt kooperatív részét is, amelynek során a lehető legtöbb helyen vállalati szakembereket is bevonnak a leendő tanárok képzésébe. A közgazdász tanár képzés célcsoportjába azok a már valamilyen iskolai végzettséggel rendelkező szakemberek tartoznak, akik a nálunk megszerzett gazdaságtudományos tantárgyak ismeretanyagát, tudásanyagát szeretnék leendő munkahelyükön vagy jelenlegi munkahelyükön a hallgatók felé továbbítani, csatornázni. Mint a tanszék vezetője elmondta, ők magukkal hozzák a képzésbe a már megszerzett tudásokon túl az élettapasztalataikat is. Ezért fontos, hogy az oktatók ne egyszerű hallgatóként tekintsenek rájuk, hanem partnerként kezeljék őket. Ez az egyik kulcsa a sikeres tanárképzésnek. Január 29-e és február 4-e között az influenza figyelőszolgálatban résztvevő orvosok jelentései alapján Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében az előző héthez viszonyítva 36%-kal nőtt az új megbetegedések száma. A leginkább érintett a 3 és 14 év közötti korosztály. A vírusos megbetegedés terjedését számos módszer segítségével akadályozni vagy lassítani lehet. Az országos figyelőszolgálatban résztvevő orvosok jelentései alapján végzett becslés szerint 7 nap alatt az országban közel 50 ezeren fordultak influenzás tünetekkel orvoshoz, az előző heti 31.330 fővel szemben. Sós Zoltán nyíregyházi házi orvos rendelőjébe is sokan megfordultak az elmúlt napokban. A helyzet az, hogy valóban nagyobb létszámban látunk mi is a praxisba bejelentkező, ellátásra jelentkező betegek között már influenzás betegeket is, mert inkább az a jellemző, hogy felsőlődőti vírusos, esetleg bakteriális fertőzéssel jelentkeznek. Annyira sok nagyszámú influenzás beteget én még nem láttam a praxisban. Tudtommal igazából az influenzaszerű megbetegedések emelkedése miatt a kórházban már részleges látogatási tilalmat rendeltek el. Miközben az influenza fertőzés és egyáltalán a felső légúti vírusfertőzés terjedése az megelőzhető lenne, legalábbis a tovább terjedése. Nem létezik olyan módszer, amivel a megfázás teljes bizonyossággal megelőzhető lenne, de mégis tehetünk a kockázatok csökkentése érdekében. Az influenza ellen azonban létezik védőoltás, melynek beadásával megelőzhető lenne a betegség. De ha valaki mégis az alternatív gyógyulást választja, több módszerrel is csökkentheti a megbetegedés veszélyét. Oda kellene figyelni személyi higiénére, minél gyakoribb kézmosás az fontos volna, illetve a gyakori közös használatú tárgyak, kilincsek, bögrék, evőeszközöknek a rendszeres fertőtlenítés, illetve tisztítása. Ez segített a fertőzésnek a tovább vitelének megakadályozásában, illetve a szervezetet fel lehet készíteni a fertőzés leküzdésére, vagy hát, hogy ne is kapja el az ember a megbetegedést. Nyilván megfelelő antioxidáns hálózat megerősítése, AC-E vitaminok, esetleg vírusölő hatású készítménynek, echinácea, grapefruit cseppek, beta-glükán tartalmú táplálékkiegészítők, jó bőséges folyadékbevitel. A folyadékbevitel az segít abban, hogy ha már egyébként a vírusfertőzés tüneteit látjuk is magunkon, annak lefolyása minél enyhébb legyen. Viszont ha már a vírus tüneteit észleljük magunkon, érdemes minél hamarabb az ágynyugalmat választani. Célszerű használni a patika készítményeket, torokfertőtlenítőket, forró italporokat. Amennyiben a tünetek nem javulnak vagy erősödnek, esetleg láz jelentkezik, érdemes az orvos felkeresni. Február 7-én a Záhonyi képviselőtestület 5 igen és 1 nem szavazattal kimondta a képviselőtestület feloszlatását. A jelenlegi testület a következő megválasztásáig hivatalban marad. Várhatóan májusban lesz lehetőség új polgármester és testületi tagok megválasztására. Nyíregyháza közterületein emberi méltóságokat sértő feliratok jelentek meg a napokban. Erről tartott sajtótájékoztató csütörtökön Andó Károly, a Fidesz önkormányzati képviselője. A politikus szerint ez sérti a kampány tisztaságát, az emberi méltóságot és a város tisztaságát is. Ezért arra kéri az elkövetőket, hogy becsüljék meg a politikai ellenfeleket, és őrizzék meg a közterületek és a kampányidőszak tisztaságát. Mivel névtelenül történnek ez a dolog,
a dolgok, tehát nem vállalja az egyén vagy a többség, hogy kihajtotta végre. Természetesen akkor lehetne szankciót, ha tudnánk, hogy kik azok az elkövetők. Így egyszerűen rongálásnak minősül. Ha megtalálják, akkor vannak szankciók, amelyeket alkalmazni lehet. A felület letakarítása úgy gondolom azoknak a cégeknek, magán, családi házban tartózkodnak, akiknek összefirkálják, illetve lefújják festékkel, helyre kell állítani ezeket a helyeket, illetve a firkálásokat le kell venni a falról. A környező országokban bekövetkezett nagymértékű bérnövekedés bérfeszültséget eredményez Magyarországon, mondta nyíregyházi sajtótájékoztatóján Veres János, az MSZP Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei elnöke. A politikus kiemelte, kormányra kerülésük esetén csökkentik majd az alacsonyabb bérből élők adóterheit. Van egy bérnyomás a külföldi országokban elmúlt időszakban bekövetkezett béremelkedések miatt Magyarországra érvényesen, így Szabolcs-Szatmár-Bereg megyére is érvényesen. Azt reméljük, hogy ezt érzékelve a itteni foglalkoztatók is jelentősebben növelik a béreket Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei munkahelyeiken is. És az a mi elgondolásunk, hogy a megváltoztatandó adórendszerben az átlagot el nem érő munkabérek, bruttóbérek adóterhét csökkenteni kívánjuk, és ezzel lehetővé tesszük azt, hogy egyébként nem magasabb bruttóbérrel is többet tudjanak hazavinni a borítékban a bérből és fizetésből élők. A terület és településfejlesztési operatív program pályázatai körül felmerülő kétségek azonnali kivizsgálásának kezdeményezéséről beszélt Fülöp Erik. A Jobbik alelnöke csütörtöki nyíregyházi sajtótájékoztatóján lemondásra szólította fel az összeférhetetlenségben érintett politikusokat. Vannak olyan megyei közgyűlési képviselők, akik miniszterbiztosi mandátumot, miniszterbiztosi kinevezést is kaptak, és hát a magyar önkormányzati törvény az egyértelműen kimondja, hogy a két tisztség az összeférhetetlen, tehát valamelyik mandátumot vissza kell adni, valamelyikről le kell mondani az érintett félnek. Hát sajnos ez a mi megyénket is érinti, hiszen Szabolcs-Szatmár-Bereg megye közgyűlésének a tagja, a Fidesz frakciónak a vezetője, Lipők Sándor képviselő úr, aki 2015 óta a megyei fejlesztési projektek megvalósításáért felelős miniszteri biztos, és ugye, mint ilyen tisztséget betöltő személy összeférhetetlen a két mandátum gyakorlására. Egy őz okozott balesetet ma délelőtt Nyírbogdány külterületén a 4-es számú főúton. A vad egy kis teherautó elé ugrott, és a jármű vezetője már hiába fékezett, nem tudta elkerülni az ütközést. Az autóban jelentős kár keletkezett, műszaki mentésre volt szükség a jármű elszállításához. A rendőrség a vadgázolásról értesítette az illetékes vadásztársaságot. Győzelemmel kezdte a felsőházi rájátszást a nyíregyházi sportcentrum junior fiú kosárlabda csapata. Bockó Ádám együttese hazai pályán a Pécsi Kosárlabda Akadémia csapatát verte 84-76-ra. A nyíregyháziak legközelebb Szombathelyen lépnek pályára. Címvédőként vágott neki a bajnokságnak a nyíregyházi junior csapat, és a Bockó Ádám által irányított együttes igazolta, hogy ebben a szezonban is számolni kell vele. Az alapszakaszban a keleti csoportban 12 győzelemmel és 2 vereséggel az első helyen zártak Vaskóik, úgy, hogy csak nagyon ritkán tudtak teljes csapattal pályára lépni. A felsőházi rájátszásra így 4 győzelmet és 2 vereséget vitt magával a nyíregyházi gárda, amelynek 8 csapat közül a legjobb 6 között kell végeznie ahhoz, hogy ott legyen az országos döntőben. Legfontosabb célunk, hogy országos döntőbe jussunk, és ott igazából pillanatnyi forma dönt, sérülések, egy jó megmozdulás, úgyhogy ott igazából már bármi megtörténhet. A juniorok közül többen is rendszeresen szerepelnek a Nyíregyháza Blue Sharks felnőtt csapatában. Mokánszki Máté számára egyértelmű, hogy nekik húzó embereknek kell lenniük saját korosztályukban. Nyilván azért másabb készül egy junior meccs, azért ott nagyobb főszerep hárul ránk, mint egy felnőtt meccsen, ugye ott azért kiegészítő emberek vagyunk, nem kell annyit pályán lenni, vagyis pályán kell lenni, ugye, mert fiatal szabály megkövetel ide, mégsem olyan nagy teher hárul ránk, mint a junior korosztályban. Nyilván juniorban nekünk kell húzni a csapatot, a hátunkra kell venni a játékosokat, húzni egymást és bíztatni egymást a végségig. Sitku Márton szerint jó esélyük van arra, hogy megismételjék tavalyi szereplésüket. Van minden poszton jó játékosunk, palánk alatt is meg tudjuk találni a helyzeteket, és ugyanúgy mezőny poszton is jó játékosok vannak. A felsőházi rájátszás nyitó meccsén a Pécs ellen kicsit döszögősen kezdtek a hazaiak, aztán a második negyedben átvették a vezetést, és végül 87-76-ra győztek Bockó Ádám tanítványai. Az 5 győzelemmel és 2 vereséggel listavezető nyíregyháziak vasárnap Szombathelyen lépnek pályára.
A legjobb 8 közé jutott korosztályában a szlovákiai Eperjesen megrendezett labdarúgó tornán a Tiszavasvári Magiszter Alapítványi Iskola csapata. A rendezvényen 6 ország 94 csapata lépett pályára. A Magiszter Alapítványi Iskola a Tiszavasvári Sportklubbal együttműködve több korosztályos futballcsapatot versenyeztet. A Bozsik programban 7-től 13 éves korig szerepelnek a gyerekek, a 14 évesek a megyei bajnokságban rúgják a labdát, a megyei futszálbajnokságban pedig 3 csapat játszik. A vasváriakat már régóta hívták az eperjesi tornára, az elmúlt héten pedig egy támogató segítségének köszönhetően el is utaztak Szlovákiába. 6 országból jöttek csapatok, több korosztályból 7-től 13 éves korosztályig. 94 csapat volt, egy fantasztikusan jól szervezett, pörgős torna volt, megfelelő ellátása, nagyon jó hangulatú, nagyon kedves vendéglátása. Kicsit félre mentünk ki, mert ugye benne van a mi sportolóinkkal szemben a sztereotípia az emberekben. Mi is féltünk, hogy a viselkedésük milyen lesz ugye idegenben, nem itthon voltunk külföldön, de hál az égnek nagyon jó viselkedtek a srácok, nagyon jól futballoztak. A vendéglátóink, illetve a többi csapat is, akik ott a tornán szerepeltek, már a végén majdnem, hogy barátként ütötték a srácokat, akikkel együtt játszottunk. Az U13-as korosztályban 14 csapat lépett pályára, a tiszavasváriak a várakozásokat felülmúlva bejutottak a legjobb 8 közé. 5 meccset játszottunk, pénteken játszottunk 3 meccset, az zsinórban mind a 3-at végig is nyerték, illetve szombaton volt 2 meccsünk még, amit már sajnos elvesztettek, bár igazából akkor már legjobb 8 csapat játszottak, tehát ott már nagyon-nagyon jó csapat volt mind a 8. A gyerekek számára is nagy élményt jelentett az, hogy külföldön léphettek pályára. Nagyon jól éreztem magamat, sok meccsünk volt, 5 meccsünk volt, abból nyertünk 3-at, pénteken, szombaton 2-t vesztettünk. A pedagógusok szerint a sport jó hatással van a gyerekek tanulmányi eredményeire is. A sporttal tanulnak önfegyelmet, fegyelmet, kitartást, csapatjáték, tehát ennek mind pozitív jó hatása van a tanulmányi munkára is. A fiúk kimondottan szeretnek focizni, kosarazni, kosárcsapatban még a lányok is járnak, valamikor még lányfutballcsapatunk is volt. Mi gyerekeink szeretnek nagyon sportolni, ez egy kitörési lehetőség nekik. A magiszteres csapat a következő eperjesi tornára is meghívót kapott, és elképzelhető, hogy addig ők is vendégül látják a legutóbbi házigazdát. Sikerrel vette az első fordulót Fucsovics Márton a budapesti 64 ezer euró összdíjazású ATP Challenger versenyen. Az első helyen kiemelt nyíregyházi teniszező honfitársát Balázs Attillát verte 7-5-6-0-ra. Most pedig híradónk végén nézzük legfontosabb híreinket még egyszer, röviden. 30 millió forinttal és 2 újabb intézménnyel bővül a Collegium Plus program. Ez Cibere Károly, az EMMI szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős államtitkára jelentette be csütörtökön a nyírteleki Kedvesházban. A jelenlegi 110 millió forintos program célja, hogy segítse a hátrányos helyzetű gyerekek felzárkóztatását, és 2020-ig a kormány által célként kitűzött 10%-ra csökkenjen a lemorzsolódási arány. 102 millió forintból fejleszti tovább szakmai tanárképzéseit a Nyíregyházi Egyetem. A 3 éves program keretén belül a mérnök tanár és a közgazdász tanári szakok mintatantervét modernizálják majd a szakemberek. A pályázat a Debrecen és a Miskolci Egyetemmel konzorciumban valósul meg. Január 29-e és február 4-e között az influenza figyelő szolgálatban résztvevő orvosok jelentései alapján Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében az előző héthez viszonyítva 36%-kal nőtt az új megbetegedések száma. A leginkább érintett a 3 és 14 év közötti korosztály. A vírusos megbetegedés terjedését számos módszer segítségével lehet akadályozni vagy lassítani. Önök a Költség Televízió híradóját látták február 8-án csütörtökön. Friss hírekkel legközelebb holnap este várjuk majd önöket, tudósításainkat pedig addig is elérik holnapunkon. Én munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!
Holnap is borongós időre számíthatunk kisebb esővel, hóval. A csapadékos időt okozó mediterrán ciklon csak lassan távolodik kelet felé. Hátoldalán egyelőre nedves, egyre hűvösebb levegő csúdor térségünk fölé. Az előttünk álló éjszaka túlnyomóan borult lesz az ég. Párás lesz a levegő. Eső, havas eső, havazás egyaránt várható. Az északi szél gyenge vagy mérsékelt marad. Reggelre általában -1 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben túlnyomóan borult lesz az ég. Havazás, havas eső helyenként még előfordulhat. A változó irányú szél gyenge vagy mérsékelt marad. Délutánra 2 fokig emelkedik a hőmérséklet. Hideg fronti hatás van térségünkben. Szombaton még sok lesz a felhő fölöttünk, és itt-ott előfordulhat hószálingózás, egy-egy hózápor. Vasárnap részben napos, száraz idő valószínű. A jövő hét első felében többnyire erősen felhős vagy borult lesz az égbolt, és havazásra is számítani kell. Vasárnap és hétfő reggelre erősebb fagy is kialakulhat, a borult időszakokban azonban csak gyenge fagy valószínű. Napközben pedig kevéssel fagypont fölé emelkedik a hőmérséklet.